Jugi az, te, nem a Facebookon kezdted, ugye? Tudom, hogy vannak YouTube videók, de Facebookon livestreameltél. És ott olyan érdekesebb típusú emberek is voltak. Na, 1000 éve. Irányítás elfelejtve. Talán ezt kontrollálnánk kell játszani. Szóval be is dugom. Facebookkal tényleg csak az a probléma, hogy... Most mondanám azt, hogy korosztály vagy így, de nem akarok úgy kifejezni magamat. Hanem az, hogy... Az, hogy... Szerintem olyan a Facebookon... A Facebook nem erre van építve. Van egy közösségi média, ami nem arra van építve, nem egy bizonyos dologra van építve, akkor nem fog működni. Tehát most Facebookot nem arra találták, hogy in mind, amikor fejlesztették a Facebookot, hogy itt majd egyszerű jövőben gaming lesz, és streamelni fognak gaminget. És hogyha betalálnak olyan emberek a comment szekcióban, Facebookon, akik nem szeretik a gémeket, akkor vagy okosítanak téged az életről, vagy valamilyen teljesen hülyeséget írnak le, és nem tesznek semmi pluszot hozzá, csak lehúznak az életről. Nem streamelted Twitch-en kezdted az előtt? Csak videózgattál YouTube-on, igen. Ah, igen, de ró. Te is régen toxikusságot tapasztaltad, bizony. Hát bénázni fogok, mert elfelejtettem az irányítást. Szia, old good gamer! Szia, szia, szép jó reggelt neked is, szia! Szius! Kellemesen esik az eső. Az erdő közben kommunikál velünk. Üzeni a híreket. Most kardunk? Ja, kardunk nincs, ez már csak a harc közben lesz. Harcrendszerre baj lesz, mert nem tudom, melyik gomb mire van. Meg remélem puzzle-okni nem fogok elakadni, mert néha vannak ilyen... Általában elég egyszerű puzzle-ok. Szóval nem kellene problémát okoznia. Ó, várjunk, ez nem ismerős ez a hely. Ez nem ismerős ez a hely. Itt nem mentünk már tovább. Ha. Oda kell állítani a hollókat, túl sok van belőlük, túl sok. Van-e pred? Én tegnap én is ettem epreket. Egy-egy darab... Mindig, amikor kivettem egy kis szünetre, akkor egy-egy darabokat hoztam be. Ám, hogy behoztam már egyszer ebben, azt úgy ettem volna. Ó, igen, erre emlékszek nagyjából. Itt meg kell találni ezt a szimbólumot. Valahol a mapon. Nem tudom pontosan hol. Itt van ilyen kapu. Egy másik helyre emlékeztető őt az erdőre. Rakok egy még egy kis hangot. De még simán mehet. Which forest? Ez a kapu, egy másik dimenziót nyit elvileg. Aha. Oh, de jó. Oh, de jók a hangok. Na, ha szeretitek, éjjjön már videót nézni. Truth helped her. Milyen Druth? Druth. Na, ide kell lemennünk. Dillian a férjünk. Akiről... Dillian, akiről beszélnek. Ó, ez egy boss fight, nem? Vagy ez micsoda? Ez mit csinál? Vagy nem? Azt hittem. Huh. Elég nagy a map rész.
Megtalálom már nekem, itt van egy ilyen híd. Ezt lehet, hogy le lehetne engedni. Aha. Hát ugyaninnen jöttünk. Gyerünk, Senua. Facebookra visszatérve még arra lennék kíváncsi, hogy ott vajon mennyire működik az ajánlás. Akkor tudja, az lenne a cringe úgymond, hogy megtalálnak a barátok. De hát előbb-utóbb nem menekülhetsz előle, hogy megtalálnak. Ha nagyon kutatnak, akkor megtalálhatnak. Ja, most visszajöttünk ugyanide. De várjatok! Hát... így... ó! Nem, most be tudunk oda menni. Oké. Értem. És majd ott bent lesz szerintem valami. Trim egy jó lágyítás azok számára, akik túl mereven veszik a karakterüket. Már éberek arra, hogy nyitottság és kommunikáció amár a konfliktus feloldás útja vezet. Az, hogy nyitottan kommunikálsz, ez konkrét gyógyszer azoknak, akik toxok. Mármint gondolod, hogy nyitottan beszélek, és ha valaki itatokban toxik, mit tudom, van lurkoló, aki toxik alapból, hogy az, hogy nyitottan beszélek a problémákról, vagy így elmondom a véleményemet, nyitottan, akkor a toxikusságot ki tudom gyógyítani. Úgy érted? Ott is van egy kapu. Oda kéne felmenni. Várjunk, miért lehet ide felmenni? Valami célja csak van? Hát az hogy nem csak a barátok találnak meg. Hát igen, ott körülbelül mindenki megtalál, akit ismersz. Az a baj velem. Bármelyik ismerősöm livestreamelt, nem is játékot, akkor egyből felajánlott a Facebook, hogy figyelj, nézd már őt. Néha még random értesítéseket is kaptam. Pedig nem volt ilyen semmilyen bekapcsolva. Szóval eléggé így nyomja. És hát jobb az ilyet elkerülni. Inkább. Most legugoltunk, de hogy lehet... oh, ez itt van valami. Oké. Ezt a szimbólumot... kell ma megtalálni valahol. Jaj, ups, újra. Az, aki nem érte a konfliktusát, az a kérdés sem tudja megfogalmazni, ezért ütközést tapasztal magában, és ez harag, vagy toxik. Egyet értek. El kell fogadni, hogy mindenben nem egyformák a nézeteink, ilyen egyszerű. Ebben nincs semmi. Én egyszerű. Ezt nem értem, miért nehéz. Milyen unalmas lenne, hogy mindannyiunknak ugyan a nézete lenne mindennek kapcsolatban. Nehezebb lenne még a pártalálás is, mert mindenki egyforma ezen a téren. Lém, unalmas lenne. Várjunk, most ez a szimbólum. Lesz egy kis elakadás. Menjünk fel szerintem oda. És lehet, hogy körbenézzük, akkor ezt a szimbólumot megtaláljuk ott. Valahol. Van egy olyan érzésem, azt lehet, hogy nem. Itt fent. Nem. Ha. De ide fentre hogyan megyünk? Nincs létre. Meg lesz. Nem tudom, volt már halál? Szerintem csak egy volt eddig. Ami alapból van a játékban. De azt nem tudom, hogy mennyi esélyed van kivinni a játékot. Azt tudom, hogy anno én ezt játszottam. Szóval ezek nem új. De nagyon régen. Akkor körülbelül ilyen 10-szer biztos meghaltam normál difficultyn. És én mindig éltem. De van egy határ.
Merre? Én úgy emlékszem, hogy... Hogy van a megoldás? Ó, ma megint hív. Ó, még jól némítottam. Van egy zaklatomja. Ennyit elárulok. Ennyi egész. Van egy zaklatom. Aki nem értelemből. Ja, lehet, hogy már ti is jártatok úgy, hogy volt valami zaklatótok. Lehet nem is egyszer, többször. Ez most nem tudom merre tovább. Nagyon elakadtam. Ezen átmentünk. Nézzük meg a bal részét a mapnak. Ami lépéstagadók, fóbiások még másokkal is elutasítatnak, mert az ő egójuk a mindenség felettinek érzi magát, ezért az segít nekik fájdalmakat felfogni egyáltalán. Ez a gyógyítás a kommunikációval ezért tekintem gyógyszernek. Értem, hogy érted, de mindenki nem lehet viszont segíteni. Az, aki régen is keresett állandóan? Jaj, már mint aki dobálta? Ja, ezt nem így mondtam. Dobálta ablakon? Mondtam? Az, hogyha így mondtam már streamben, hogy dobálta ablakon. Akkor az, igen. Le kell tiltani ezt megoldást. Ja, ne fogom. Ne fogom. Menjük ide fel. Megnézzük, itt van-e valami. Ez fájna, hogy oda leesnénk. És itt valami. Érdekes, amikor fókuszálunk, akkor a hang is így eltompad. Hallani valamit? Valami morgást? Ott fent! Lássátok? Az ott kicsoda? Fel lehet oda menni? Itt van, ott van létra. Te ki vagy? Menjünk fel hozzá. Mondtam? Na akkor ő. Igen, korrigan az ablakomat dobált a Dero. Ja. Nem is egyszer. Ó. Itt volt fent az a... Ó, ő volt az! De amikor lentről néztük, akkor még élt. És most mi változik? Hát megyünk. A holók eltűntek. Nem csak felül tűntek el, Sabda. Valóan segít neki. A holók eltűntek. Csendben, nem tudok gondolkodni. A hollók eltűntek. Valami változott a mapon. Az, hogy átmentünk a portálon, az miatt valami változott. Körbenézünk. Ne engedjük ezt. Ez erre kell szerintem, ezt még nem engedtük le. Még nem is volt itt ez a híd eddig. Ott egy másik híd, ami le lett engedve, az jobbra van. Ha? Nincs híd. Vagy újra le kell engedni. Lehet, hogy megint fogjuk látni őt valahol. Elmegyünk erre. De itt fent már voltunk. Oda kéne talán felmenni a másik portálhoz. Fel lehet valahonnan. Milyen dont, valami dontoznak nekem. Nem lehet ezt megkerülni másik oldalról?
Innen valahonnan? Szerintem menjünk el arra. Ott is van egy portál. Vagy ez mi az a villogó? Na most... Nyitottnak vagy zártnak kéne lennie? Nem mindegy. Nagyon nyitott ez a rész. Ja, de itt nem tudunk elmenni. Oda nem lehet elmenni. Vagy igen? Amit nem lehet leugrani. Védikus filozófiára és magas szintű tudományok alapjára tanítani, mentorolni olyanokat, akiknek épp ezek küszöbéhez ér a sorsuk. De csak olyanokat, akik nem haraggal reagálnak, azoknak van egy elsődleges mérce, hogy valaki érette a fejlődésére. Jelensz ilyen oktatást? Hát figyelj, hogyha van türelmed hozzá, hogy embereket oktass, egy általad ítélt, direkt így mondom, hogy általad, mert na, általad ítélt ideológiára, akkor kitartást. Én nekem nem lenne türelmem ilyenre, hogy én a számomra megítélt nézeteimet, helyes nézeteimnek, tehát amit én helyes nézetnek gondolok, azt oktassa másoknak, nekem ez nem lenne türelmem. Meg is bolondulnék benne. Rá fog jönni, már kell menni tovább, de most nagyon elakadtam. He's taking you somewhere. Beszélják, hogy ugye eltűntek a hollók, de... Hol voltak a hollók? Nem tudom, menjünk el erre. A kaput még biztos nem lehet kinyitni. Hát próbáljuk meg? Nem. Nem, le van zárva, vagy? Nem. Nem, zárva a kapu. Viszont meg kell oldani ilyen puzzle-t, aztán mehetünk tovább. Look. Vagy ezeket nézni? Ó! Lehet, hogy valami magas helyre kell menni, és ezeknek a szimbólumai alkotának egy egységes képet. Vagy egy magas helyet kéne találni. Fókusz, ja, mondják ők is, hogy fókusz. Már nem lehet menni. Van egy rossz hírem. Igen. Mind néhányan sejtetitek már. Nem mozog a karakterem. Megtaláltam itt egy bugot, és nem mozog a karakterem. Csak forgatni tudom. Én képes vagyok minden játékban megtalálni a bugot. Nagyon durva. Ja, összes játékban megtalálom. Akkor... Hogyan? Akadálymentesítés, ez mi? Ja. Harcok nehézsége nehéz. Akkor így visszalépök. Így. Nem ideológia, nem nézetek, hanem magas szintű fizika, ahol összeér minden, ezért pici részben filozófia, mivel nyitott nézőpont kell hozzá. Ó, én is szeretek filozofálni, bár nem értek annyira hozzá így a témához. De amúgy szívesen fejleszteném magamat ebben a térben. Jó, hát akkor egészen kezdjük újra. Az ilyenfajta stílusú könyvek mindig is tetszettek amúgy. Csak sose szántam rá magamat, hogy filozófiával kapcsolatos könyvet olvassak. Ami késik nem múlik. De mindig is érdekelt a téma. Mi
minden ember, ami legtöbbet tehet maga érdekében, az az, hogy önfejleszti magát. Különböző témákban. Inkább önfejlődést érnék el, mint más megtanít bizonyos dolgokra. Sokkal büszkébb lennék magamra, hogy magam értem el valamit, akármit az életben, mint hogy most egy embernek köszönhetek mindent, például. Ó, igen, oda nézünk itt az elején, szóval Vlavran dala itt van, ott van. Azt már tudjuk, hogy oda kell menni, de utána. Oké. There is two, which one? Ott van tényleg még egy. She's been in the forest. Oké, nem tudunk átmenni. De ott vannak lépcsők. Csak valahogy le kéne oda menni. Annyira jók, ahogy beszélgetnek. Olyan, mint hogyha lennének jó hangok, akik segíteni akarnak, és vannak a rosszak is. Viszont a jók az nagyon ritkán szólalnak meg. She wanted to marry Dillian. She came to beat her own darkness and then... Jó, valahogy oda, csak oda tudunk menni. És te innen lentről. She thought her curse would affect him. Hát nem hiszem, hogy innen. She thought her curse would spread to him. Vagy elmenjünk a másikhoz. She thought she'd bring the darkness to him too. Menjünk a másikhoz. She thought the curse made her tainted. Ott van. Mindjárt leírja szerintem a Hanumanoid, hogy mit ért az alatt pontosan. Ne, így sem tudjuk leengedni, csak a másik felén lehet leengedni, szóval először el kéne jutnunk a másik felére. Addig nem lehet. De hogy jutunk át a másik felére? Itt? Itt lent? És jobbra? Szerintem igen. Igen, ebben a játékban is az a baj, hogy nem egyértelmű teljesen, aztán kicsit kutakodni kell. De amúgy, ha jól emlékszem, ez csak a játék elejé részén van. Mert aztán olyan puzzle-ok lesznek, hogy kisebb map, ugyanúgy puzzle, de könnyebb lesz megtalálnod a dolgokat. Nem nyílik ki az ajtó! De a másik oldalra kinyílik, szóval kinyissuk, hogyha esetleg erre vissza kéne jönni. Yep. Igen, legalább egy minimális indikátor lenne. Igen, körülbelül itt kell valamit csinálnod, az sokat segítene. Lehet ez ilyen. Jó, most leengedtük. Ó! Szerintem azt kell csinálni. Ha most leengedtük itt az ajtót, akkor visszajönjünk a portálhoz és vissza csináljuk a dolgokat, hogy máshogy nézzen ki ez a map rész, és aztán lehet, hogy át tudunk jutni ezen ajtón? Talán. Szerintem igen. Meglássuk, az is lehet, hogy az ajtón is eltűnik. Azáltal, hogy átmegyünk a portálon. Mert hol van az a portál? Itt van. Ó, itt a kaput le lehetett volna engedni. Sem mindegy. Ó, igen, ez sokat hozzátesz. Jó, így átmegyünk. És akkor most megnézzük, hogy az a bal ajtó kinyílik. Ami nyitva van. De azért is mondom, hogy vannak jó hangok, vagy segítő hangok, mert ugye amikor mondják, hogy behind you, meg ilyenek. Az rohadt sokat tud segíteni. Hogy gyors megnyomhatsz még egy dodge gombot.
hogy kivéd a támadást, vagy kitérj a támadás alól. Oh, fuck. Oh. Ez nem jó. Már értem, le kellett volna engedni a kaput, ugye? Oké. Most már mindent értek. Vissza kell mennünk, leengedni a kaput, és aztán át tudunk jönni. Mert ugye, abban a nézetben itt át lehet menni. Így. És akkor most át tudunk menni? Igen. Itt valahol lent, ott úgy. Remélem nem tévedek. Aha, most már át lehet menni. És aztán ott leengedjük a kaput. Megint visszajövünk. És utána már fel lehet menni. És onnantól tovább majd hogyan? Az lesz a kérdés. Szóval ez így nyitva van, oké, de nem kell bemenni. És akkor itt a kapu. Kapu? A híd. Na, világos. Az a része. Aztán volt a másik résznél is egy szellem. Ugye itt van, és ott a másik. Szóval szerintem oda kéne feljutni majd még. Így. Ki lehetem cigizni a bozdat, amíg egy másik játékra tértem vissza. Hát eltémázgattunk. Aztán mikor vissza akartam lépni a játékba, akkor megint nem engedett vissza. Dead Space 2-nél nem szabad altabozni sajnos, mert ha visszalépsz a játékra, akkor nem tudsz visszalépni egyszerűen. Miért volt jó, hogy ezt a kaput leenged? Azért, mert vissza kellett menni ahhoz a kapuhoz, ami modifikálja az itteni dolgokat, és utána jövünk ide. Mert addig nincs itt ez a rész. Szóval visszajelentünk, modifikáltuk a dolgokat, és a leengedett híd miatt tudtunk visszajönni. Mert ebben a másik dimenzióban nem tudtunk volna idejönni. Azért. Remélem, hogy érthető volt. Hosszú cigi szünet volt, eléggé. De és akkor most... Holok eltűntek? Oké. Okay. És akkor még oda kell menni. Szerintem. Ha már ugye itt volt ez a rész. És itt is le lehet menni. Nem tudok gondolkodni. Itt le is lehet ugrani. Majdnem átadta magát a sötétségnek. Majdnem. Nem csak cigi volt, hanem egy kis mentális épülés, viszont testroncsolása, de azt most abban hagyom. Ja, gondolom akkor ja, azért tartott ilyen sokáig. Itt is van kapu. Akkor majd megint le kell engedni, amikor a másik felén leszünk. És szerintem ugyanaz a puzzle lesz. Csak kéne találni azt a modifikációs kaput. Amúgy a cigi is egy testroncsolás, persze. Egyben. Csak lassabb módja. Szóval, ja. Egy lassabb önpusztítás. Hát én most bírom. Bírom nélküle, de azért ja, érzem a hiányát. De most még bírom. Itt is mondják, hogy fókusz. Hát nem rosszból, de ez nem hasonlított kapura egyáltalán. Mint az előző. Oh, jó, akkor így. És most ott van? Ez a palánk. Nincs. Akkor még egyszer? Átment rajta csak simán, ugye? Semmit más nem csinált. Vagy így ázumolt? Szóval simán átment. Ott van! Oké. Okay. My bad akkor. Csak hát eléggé eltért a másik kaputon.
Na, akkor hogyan tovább? Lemegyünk. A hidat mindenképp leengedjük. Most már előbb-utóbb fog kelleni. És lehet, hogy vissza kell mennünk az első portához, majd vagy nem tudni. Az lett. Jó. És hogyan megyünk oda fel? Palló. Hol láttad? Ja, vagy amin átmentünk, az a palló? Nem tudom, mi az a palló. Az a deszkára gondolsz? Hát azzal, hogy átmentünk a portán, csak nem így nézett ki ez a portál, hanem ilyen két fadarab volt, világított. Na, akkor megvan. Na, hát a hullók mind eltűntek. Még van három. Miért három még? Ja! Aha, ezek a három holló. És ez, ezekből tudok kirakni valamit? Minden évre telkített a secsésből, annál kevésbé látott bármit is. A kapunk keresztül formára adott oda. Csak nem úgy nézett ki, mint a kap. Ja, van egy olyan érzésem, hogy ezeket kell így, így ide beállunk. És akkor így egy szimbólumot fognak formálni. A kapura, és aztán tovább mehetünk. Így, valahogy. Aha. Yep. Végre! The deska létsz, aha. Nem tudtam. Végre tovább mehetünk. Yeah. Azt hiszem egy ilyen szivatos rész van csak. Vagy talán max még egy, de amúgy. Nem nagyon leszek ilyenek. Ilyen nagyobb mapos puzzle-ok. Megtaláljuk Dileont, mielőtt még a időnk eljön, hogy meghalljunk. Köszi, Dero! Bár kellett csalni hozzá egyet, de köszi! Amúgy nagyon stresszelek a nehéz difficulty-n, azt ugye tudjátok, hogy... Ha elvileg, ha túl sokszor meghalunk, ha nem tudom, túl sokszor meghalunk, az egész játék újra kezdődik. És itt a, ez a ilyen feketesség elnyeli a testünket valami démon. És ott a karján látni, hogy már egyszer meghaltunk, bár azt nem lehet tudni, hogy pontosan hányszor haltunk meg, ha csak nem érezzük meg, meg azt sem tudjuk, hogy hányszor lehet meghalni. De az egyik első halál az fix halál. Az mindenképp megtörténik. Érdekes ez a mandalás szimbólum nézési mechanizmus, mint eszköz. Ja, ja, ja. Ennek a játéknak voltak saját mechanikái. Itt most biztos, hogy lesz egy harc. De se jöttél volna rá. Pacsi! Legalább bevallod! Egy. Aha, és elfelejtettem, hogy kell küzdeni. Szóval bajok lesznek. Mhm. Oh. Oké, okay. Itt meg valószínűleg az lesz, hogy a nézetet kell megtalálni. Akkor ne hallj meg, lol. Igen, az lesz a cél, hogy ne halljak meg. Vagy a egész játéknak vége, vagy az történik, hogy ha meghaltál egy fix mennyiségszer, mit tudom, egy tízszer, akkor a tizedik halálnál meg a... vagy a egész játék újraindul, vagy a checkpointod. Viszont a checkpointod indul újra, akkor ki kell még, tehát meg kell csinálni a játékot úgy, hogy hát csak egyszer halhatsz meg, és mindig visszatölt a legutóbbi checkpointra. De várjunk! Várjunk, akkor az egész elveszíteni az értelmét. Nem, biztos, hogy nem így van. Biztos, hogy úgy van, hogy az egész játék újra. Na, oda hogy megyünk ahhoz a kapuhoz? Innen oldalról? Nem. De valahogy fel lehet menni.
itt van kapu. És kapu? Én mindig van kapunak mondom a hidat. Talán híd. Felmászni nem lehet. Oda se. Nem, ezen a oldalon biztos nem lehet megközelíteni. Akkor... mindenképp ide feljövünk, már út is meg ki van építve. Ó, erre még nem voltunk. Vagy erre jöttünk előbb is? Nem, szerintem nem. Az a tűz elég bugos volt, vagy mi történik azzal a tűzzel ott? Ja, igen, amúgy... Tehát, hogy forgassuk a kamerát, és... ilyen pixelekben lássuk a tűznek a reflekcióját, és amikor a tűzre nézünk, akkor nem lássuk. Érdekes, ja. Itt egy kapu. Mit csinál ez a kapu? Nézzük. Mi változik? Könnyebb lett értelmezve, csak simán átmegyünk. Most már van oda út? Szerintem igen. Hm? Ó, a szerelme beszél. Ez most a szerelme. Finden történetét elmeséli. Az éjszakaiak elrabolták Finden húgát, az apja pedig elküldte őt, hogy fizessen a lány... Oh. Inkább jobb hallgatni. Több napig nem visszatérve az atyának ellenségei felgyújtották az otthonát Érintben. Oh! Megmászik a fát! Igen, nekem bezzeg tudunk mászni. Források, jelenségei, dimenziók, idő nem idő, időszerkezetek mechanikája, tér nem tér az alapok. Érdekes tematika lehet, témák lehetek amúgy. Oda kell mennünk! Lássátok ezt a három szimbólumból kirakni a kapu szimbólumát, és akkor tovább tudunk menni. Jajjá, ezt engedjük. Várjunk. A történet, akiről mesél, amit mesél, az valójában ő. Mi érdekes volt, amit mesélt, bár jobban figyeltem a játékra. Mert csak láthatta volna az otthonomat még esetét idők előtt. Olyasmiről beszélt, hogy ugye... étlen, szomjan... tehát nem etették, nem itatták őt. És aztán szabadjára engedték. Ennyi maradt meg. Több nem! Remélem valaki jobban figyelt. Most a játékról jobban összpontosítottam, mint a szövegre. De az érdekes volt, hogy amúgy más személybe beszélt magára, és mégis ő volt a történet főpontján. Na most... Három szimbólumot kirakva tudunk tovább haladni. Ahhoz fel kéne menni a fának a tetejére szerintem. Nem? De hogyan menjünk fel a fának a tetejére? Visszamenjünk a kapuhoz? És az modifikálja úgy a nézetet, hogy oda tudunk menni? Vagy innen lentről is ki tudnánk rakni? Nem, van ott ilyen fészek is. Biztos, hogy oda kell mennünk abba a fészekbe. Na, próbáljuk meg átmenni a kapun. Ó, várjunk, így eltűnik egyik része. Ha. Viszont lehet, hogy lássatok. Ez a rész, ami innen nő ki a fa. Eltűnik. Bár... attól még, hogy eltűnik... lehet, hogy meg tudjuk mászni a fát. Meglássuk. Vagy ott tovább tudunk mászni. Ha nem, akkor megint vissza kell jönni.
Kapu le van engedve, szóval vissza tudunk oda menni. De... wait a moment. Hiába van leengedve a kapu, ha ide nem tudunk menni. Vagyis a híd. És nincs is ebben a nézetben híd. És ebben a nézetben nem is tudjuk megmászni a fát. Mert onnan tudnánk megmászni. Ja, és ugyanúgy van ez a rész, ami blokkolja, hogy tovább menjünk. A ága. Jó, menjünk ide fel, csak hogy körbenézzünk egyet. Ja, oké, hogy ide tudunk menni, de tovább nem. Miért honnan van, hogy itt tanár vagy egyébként? Az a foglalkozásod? Menjünk vissza. Ha valahogy csak rájövünk. Ennél már csak könnyen pázlok lesznek, én úgy emlékszem. A memória nem csal. Nagyon kell pipi, nem? Majd később. Én folyamatosan iszom itt a vizet, aztán... tudom, szerintem egyszerű maradt, simán megiszok 3 litert. Abból lehet-e kikalkulálni, amennyiszer kimegyek, mindig teljes borat öntök, az meg 5 deci. Ó, várjunk egy kicsit? Viszont ez a kapu is modifikálhassa a fát. Úgy, hogy nekünk jó legyen. Mit csinál a fával? Ha? Bármit is csinál? Nem. Semmit nem. De utána erre kell menni. Itt leengedjük a hidat, aztán így. Hogy menjünk itt tovább? Megfogunk kést, ezt levágjuk a ágokat. Vagy ide, erre? Hát amúgy formálódik, csak a fenti miatt. Azért kell fentre menni, mert a fent, mert ami fent van, az feljebb van. Van a bölcs tanács. Addig kell mászkálni, még meg lesz a megoldás. Addig kell mászkálni, köszönöm, Fandi. Addig kell mászkálni. Az ilyen kódolt üzenet volt, hogy hogy kell megcsinálni. De ezzel nem lehet átmenni. Na mondjuk igen, a játékokban akkor találod meg a megoldást, hogyha össze-vissza mész, és mindennel megpróbálsz mindent csinálni. Ez a kapu gyanús. De nem tesz hozzá. Ho. Ah, nem, azt hittem csak, hogy rájöttem valamire. Nem, innen, itt leestünk. Menjünk! Innen is lehet mászni fát! Megvan! Innen. Nem láttam. Tudjátok, mi zavart be? Ugye tudjátok, gamerek, hogy mi zavart be? Azt, hogy ilyet ledroppolsz, és leengeded a hidat, mivel leengeded a hidat, ezért automatikusan azt hiszed, hogy ó, leengedtem a hidat, akkor valószínűleg erre kell tovább menni. Nem, dehogy. Dehogy, erre kell. Ó, baszki, nehogy lássam. Mi van olyan érzésem, hogy ez le fog esni, utána harcolni fogunk. Túlságosan ismerem a játékokat. Hogy miket szoknak velünk csinálni. Lehet, hogy nem. Vagy majd visszafele. Itt vagyunk a fészekbe. Tojást nem hoztunk.
Na? Feltörte a pecsétet, nyitva a kapu. Ott van mögöttünk. Ajaj. Még itt vagyok, te is. Nekem is suttognom kéne. Emlékszem. Nem volt jó végább azonban. Soha sincsen. Már azt hiszed újra. Újra lett. Na se tics. Minket eszik valami. Sikerült megértened, és amit kissé megnyugodtál, berétasít a semmiből, és kegyetlenül visszalent az örvény. Minket esznek! Bennünk a fészekbe, és a madár minket eszik. Vagy valahol. Mi instant plusz egy halál? Vagy ez egy álom? Segíts rajtam. Segíts. Ott egy tükör. Fogd a vas tükrömet, nézzél bele mélyen, mert ez egy ablak az alvilágra. Meglátod benne a sötétség arcát, amelytől rettegsz. Igen, rendesen látni, és ott van mögöttünk valami, és így a beleimet pedig ki. Ja, biztos, hogy lehet, hogy hátulról... Nem, mert rendesen csőre van. Madár lesz, és ez belőlünk. Nem más csinálnak velünk. Oh! A csőre van. Láttak téged, nosan láttak! Te vezetél engem adom, nem tudom a gombokat! Oké. Okay. Jó, próbálj ki, az ilyen. Oké. Okay. Ajaj. Oké, okay, ez nem lesz jó így. Nem tudom, melyikkel védekezünk. Nem jó! Nagyon nem jó. Get up. Jó. Oké, okay, guys. Nem akarok meghalni. Gyors megkukancsuk, gyorsan. Szóval X az gyors csapás, Y erős csapás, közeli támadás, kitérés A, védés RB, fókusz RT. Oké. Okay. Oké, okay, megvan. Jó, most már értem. Oké. Okay. Oh! Ja, hogy... Ne. Ne? Most mi van? Mi történt? Még nincs hang? Most mi történt? Ja, itt... Várjunk, szerintem ennél nem számítodik be a halál. Itt mindenképp túléljük. Mert... Ja. Ja. Gyerünk! Ne lassult a idő. Jó, itt nem számítodott szerintem bele. Ó, oh, fuck. Dodge. Ki kell védeni perfekt pillanatban a támadást most. Majdnem perfekt. Ajaj. Ez az, megvan! És utána tudunk hitelni őt. Ajaj. Gyere. Na és most jönnek ők. Tőlük már meg lehet halni. Jó. Mennyi élete van? Ne, most már ketten vannak. Ó, lelassult a idő. Ajaj. Ez az, perfekt védés. Na gyere! Bú! Tökéletes! Yeah. Belerúgunk egyet? Áh, már elment. Uff. Leokált minket mindjárt. Ó, oh, ez az, tökéletes védés. Rúgunk egyet, üssük. Jó. Ó, oh,
egyszerre kettő! Ez az. Jó, de lassítsuk a időt. She's winning! Yes, I am. Every time, every game. Ez az. Ó, oh, megijönnek. Fussuk le őket! Egyiket. Jó, picit helyezkedjünk. A másik addig ne támadjon. Ez az. Tökéletes. Megint kettem. Ja, ha bekerítenek, a hárman vannak. A szar. Nem lássuk át. Itt jó kell helyezkedni. Lefussuk. Jó. Dodge. Először az egyikkel kéne végezni, hogy kevesebben legyenek. Például neki már nincs csak HP-ja. Csak most egy mögöttem van, ez nem jó. Ez az, egy halott, jó? Fussuk, gyerünk! Jaj. Ez az, már csak egy. Tökéletes. Mindent kivéd, akkor rúgjuk. Ez az, megszakítva. És most megint van. Ha fussuk le őt, fussuk le őt. Á, nem, inkább nem. Inkább védjük. Hó, várjunk, most nem tudjuk támadni. Fókusz? Ja! Ja, a fókusszal állítsuk le az időt, és akkor tudjuk, hogy sebezni őt. Igen. Köszönöm, nagyon, nagyon segítőek a hangok. Jep, jep, jep. Ilyenkor sebezhetetlen állapotban volt. Uff. Ajaj. Jó, felkeltünk. Picit kevés a HP. Jó, tökéletes dodge. Lelassítva idő. Ne! Vigyis, vigyis! Ne nyomtam a gombot! Ne nyomtam! Azaz. Nagyon hosszú ez a harc. Gondolom difficulty miatt is. Apics. Nem volt perfekt véd, és azért estünk le. Ez az, ez most perfekt volt a második. Fokusz, fokusz, jó. Fokusz, fokusz, fokusz. Minden ára, mindenképpen fokusz. Minden értelemben. Ah. Jó, gyere. Bum! Á, és nem volt perfekt védelem. Megint eltűnt. Gyere. Már tuti nincs sok élete. Ez tuti. Már utolsókat jön ki szerintem. Ez az. Ó, és vissza reflektálódott rá. Ó. Jó. Megvan. Ez nem csak illúzió, most tényleg legyőztek. Adjál neki, Senua! Ez lát! Igen, valamikor ki kellett térni, amikor például ránk ugrik, akkor kitérni kell, nem védeni, mert azt nem lehetett volna kivédeni. De így is sebződtünk, csak lelökött a földre. Nice! Igen, minden egyes győzelemmel közelebbre kerül a bukáshoz. Igazságtalan, nem, de... Most mondja a játék nekünk, hogy ne hallj meg. De egyszer meghaltunk és feljebb is ment. Igen. Most kaptuk meg a... Egyszer meghaltunk ott. Nagyobb sötétségre tartunk. Akkor mégiscsak beleszámítodott. Szia, Abdul, szia. Szia, szia. Mizus. I'm coming. Ebben a játékban jönni nem sok pénzt öltek a arcmimikára, tehát a fizikára. Fizikára? Nem akarok hülyeséget mondani. Az animációkra. Az arcanimációkra. Harci animációkra. Nagyon komoly